Gréci Zsolt, a DK szóvívője a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ott volt a tüntetésen a legutóbbi hétfőn? Igen, ott voltam. Mit akart még hozzátenni? Nagy Ez volt a kérdés, úgyhogy... Az interneten sok támogató írt arról, hogy hiányolták azt, hogy ezen a tüntetésen nem látják a jövőképet, a következő lépést, a stratégiát. Így gondolja ezt egyébként egy korábbi szervező, Váradi Zsolt is. Ön ezt érezte ott a helyszínen? Én azt éreztem, hogy több ezer ember a Kossuth téren, talán tízezres tömeg, meg az ország sok-sok pontján, meg számos külföldi városban, így összességében több tízezeren tüntettek az Orbán kormány ellen, és ez a legfontosabb, ami meg tudott történni. Egyre terebélyesedik a tiltakozás, egyre többen szeretnék kifejteni a véleményüket, legalábbis már a jelenlétükkel, hogy ott vannak egy ilyen rendezvényen, hogy elegük van abból, ami itt zajlik. Ez a legfontosabb üzenet, azt gondolom. Ez az üzenet egybevág az ellenzéki politikusok üzenetével, például a dk az üzenetével is. Természetesen. Mi az a feladat, vagy mi az, amit ilyenkor tesz egy ellenzéki politikus, hogyha lehet egy ilyen akciót? Természetesen támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely minél előbbre hozza az Orbán rezsim bukását, így ezeket a civil kezdeményezéseket is. Mi természetesen úgy támogatjuk ezeket, hogy tiszteletben tartjuk ezeknek az autonómiáját, és egy pártnak meg az a dolga, hogy felkészüljön a kormányzásra. A demokratikus koalíciónak szombaton kongresszusa lesz. És nyilván el kell kezdeni, fel kell gyorsítani a felkészülést a kormányváltásra. Nem kértek önöktől tanácsot például a szervezésben? Nem senki. Nem, mert ezek önálló kezdeményezések, elindítja valaki a Facebookon, és aztán kiderül, hogy hányan vesznek rajta részt, szerencsére egyre többen. Dobott pénzt a kalapba? Ugye gyűjtöttek pénzt a támogatásra? Én nem találkoztam olyan emberrel, tehát hozzám elém nem került, hogy támogatni kellett volna, de nyilván én is szívesen a támogatom őket. Szervezők beszéltek, tehát például szívesen támogatnak pénzzel is akár? Hát nyilván egy pár száz forintot, vagy ezer forintot az ember szívesen bedob egy ilyen közös kalapba. Azt gondolom nagyon fontos, hogy minél több ilyen rendezvény legyen, és ezen minél többen vegyenek részt. Azért is kérdezem ezt, mert önnek is vannak tapasztalatai tömegdemonstrációkról, amit ki kell fizetni. Tehát itt vannak szervezési költségek, és a legtöbben azt a kérdést teszik fel, hogy miből finanszíroznak 20 éves egyetemisták egy ekkora tüntetést. Hát ezt nem tudom, ezt tőlük kell megkérdezni. Azt gondolom, hogy nem is az a lényeg ebből a szempontból, hogy most miből finanszírozzák, hanem az, hogy kezd eredménye lenni ezeknek a tüntetéseknek, hiszen a netadót már visszavonta a kormány, és szemmel láthatóan van is okuk aggodalomra, hiszen ezek a tüntetések, demonstrációk nem fognak megállni ha nem folytatódni fognak, remélhetőleg addig, amíg ennek a rezsimnek nincs vége. Nem zavarta, hogy például egy olyan szónokot kellett hallgatnia, aki a pulóján a szovjet diktatórikus időkre utalt, és magát egyébként kommunistának tartja? Hát ez nem egy ö, szerencsés helyzet, hiszen a Szovjetunió egy diktatúra volt, a Szovjetunió lerohant a 56-ban Magyarországot. A Szovjetuniót szokták idézni, amikor azt mondják, hogy putin megtámadja Ukrajnát. Tehát ez nyilván nem annyira szerencsés, de azt gondolom, hogy ilyen, ilyen kinövések, vagy szerencsétlen fordulatok előfordulhatnak, az alapüzenetettől még nem változik. Azért mentek ki az emberek tüntetni, mert Orbán Viktor diktátornak látják, és azt szeretnék, hogyha minél hamarabb távozna a hatalomból. A múlt héten ott volt Bitó Leszlói lakásán, ahol ellenzéki politikusok szoktak a magyar közéletről beszélgetni? Nem voltam és ott. ahol ott volt az amerikai ügyvivő Nem voltam ott. Nem is volt korábban sem? Nem. Dékes politikus sem volt ott? nem tudom, hogy volt-e ott dékás politikus, de ha volt, akkor nagyon helyes, hogy ott van, mert ahol... Gyurcsány Ferencre gondol? Nem. Ha, ahol demokraták összehajolnak és keresik a, a kiútat a mostani válságos helyzetből, ott nagyon helyes, hogyha minél többen ott vannak, akár az amerikai ügyvívő is. Az amerikai ügyvívő is az, akinek el kell mondania, hogy Magyarországon szükség van arra, hogy hogyan lábajanak ki, hogy ön fogalmazott ebből a helyzetből? Hát nyilván, ha André Goodfriend kapott egy ilyen meghívást, megfontolta, hogy elmegye, és ezek után elment, akkor nyilván megfontolt döntés hozott, és nyilván kíváncsi volt arra, hogy a jelenlevők hogyan vélekednek az ország jelenlegi állapotáról, és milyen jövőt képzelnek el a hazájuknak. Ez nem egy olyan fajta beavatkozás egy ország belpolitikájába, amit mondjuk a Bécsi döntés is megkérdőjelez, a Bécsi egyezmény is megkérdőjelez? Nem, mert hogy Adri Gutfrend például a békemeneten is részt vett, az sem volt beavatkozás a magyar belpolitikai fejleményekbe. Az a dolga az amerikai ügyvivőnek, a jelek szerint, hogy minél szélesebb körben tájékozódjon a magyarországi folyamatokról. Ha kell, akkor egy baloldalinak vagy balliberálisnak nevezhető értelmiségi szalomban, ha kell ellenzéki tüntetésen. ha kell a kormány támogató rendezvényen. Mégiscsak több ezer utcára, ember utcára vonulásáról van szó. Mi az, amit ebből profitál, profitálhatnak, kell profitálnia az ellenzéknek? Mert hogy az irány az egybevág. Az irány egybevág, de azt gondolom, hogy az ellenzéki Pártoknak ez az a dolga, hogy ezeket a kezdeményezéseket csendesen támogassa, ha kell aktivitással. Nagyon sok helyen a vidéki rendezvényeken a pártok segítették is ezeket a létrejövő demonstrációkat. De azt gondolom ennél több dolgunk ez ügyben nincs. A Demokratikus Koalíciónak az a dolga, hogy átalakítsa az alapszabályát a kongresszuson, és létrehozza azt a kabinet rendszert, amelyik alkalmas lehet egy hiteles kormányprogram megalkotására. Nem volt hogy Bitó László lakásán ott voltak dékás politikusok is, e, ugyanakkor az biztos, hogy a parlamentben találkozott Gyurcsány Ferenc és DKS politikusok az amerikai ügyvivővel, és Miről még sok-sok sok európai ország nagykövetével, vagy követi munkatársával. Hát most ugye a reflektorfényben az amerikai ügyvivő van, így ez nyilván de így fel, akiké... az információ. Így van? Igen. De így joggal merül fel a kérdés, hogy például miről egyeztettek, vagy miről tárgyaltak önök? Gyurcsány Ferenc a nagyköveteket és a követségi munkatársakat arról tájékoztatta, hogy hogyan látja ő az ország jelenlegi állapotát, e, nyilván egy lesújtó képet rajzolt az Orbán rezsimről, e, a követségek e, munkatársai pedig a diplomácia szabályai szerint ezeket meghallgatták, majd befejeződött a diskurzus. Ez erről szól, semmi más jelentősége nincs. Az előző percekben a DK szóvivőjét Gréci Zsoltot hallották.